Szép jó reggelt mindenkinek, nagyon korán van, még számomra későn feküdtem le, de végre elérkeztünk a karácsonyhoz. Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok mindenkinek. Egyedül vagyok itthon a Brodaházban, és próbálom összekapni magam. Az a helyzet, hogy teljesen kómás vagyok, és nem tudom, hogy a mai nappal mit fogok kezdeni, de nagyon izgatott vagyok. Végre karácsony van, nagyon vártam, azt nagyon sajnálom, hogy nincsen hó jelenleg, annyi legalábbis, amelyet én szeretnék, nincs. Erdélyben azért megszoktam, hogy folyamatosan minden egyes téren havazott, és akkora hó volt, hogy az elképesztő, lehetett hógolyozni, lehetett hóembert építeni, síelni, snowboardozni, minden, és én így nőttem fel, és ez most nekem itt Budapesten hiányzik, de hát aztán majd megyek haza Erdélybe is, ott lesz alkalma minden bepótolni. Ki van takarítva szépen a lakás, a karácsonyfát, azt hamarosan fel fogjuk díszíteni, ott lesznek szépen alatt az ajándékok, meg van terítve az asztal, van adventi koszorunk, vigyázzál, nem semmi. Szép tiszta a konyha. A csajok elvileg azt mondták, hogy csinálnak kaját, hát ezt most meglátjuk, hogy ebből mi fog kikerekedni, de remélem, hogy nem maradunk kaja nélkül, mert az nem lenne valami vicces. Egyébként itt meg szeretném ragadni az alkalmat, és meg szeretném köszönni nektek, hogy ennyien nézzétek a Budapest karácsonyi részeit. Remélem, hogy tetszett nektek. Igyekeztünk azért minél szórakoztatóbb műsort csinálni nektek, időzélesen. Pozitívum még a reggelben, Oszász még mindig él és virul. Nagyon boldog madár, mindent megkap, amire szüksége van. Meleg van, nyugi a fűtetés, az nem megy fullon. Tehát nincsen meleg a madárnak, meg nem is fázik, ilyen tökéletes hőmérséklet be van állítva. És le akarom tisztázni, hogy itt nem sült csirkét akarunk készíteni. Ja, azt ne nézzétek, befestette Rebeka nekem tegnap, úgyhogy nem figyeltem, közben telefonoztam, és azóta se szedtem le, nincsen körömlemosó. Ezek a díszítések attól jól néznek ki, ott is van egy kis ilyen kis felfuttatás, tudod, ahogy kell, jól néz ki a lakás, azt mondom. Amúgy én is készülök egy ajándékkal a többieknek, remélem, hogy tetszeni fog nekik. Nem kis dologról beszélünk, úgyhogy majd ti is meglátjátok. Amúgy esküszöm nektek, hogy hatalmas flash-it ülni ebbe a kis olvasó sarokba. Dominik nem szereti, de én imádom. Azt mondta, hogy az övé lenne a lakás, ez életben nem lenne itt. Én folyamatosan itt vagyok, amióta beköltöztünk, tök jó szerintem, ha bár nem olvastam, de nagyon nagy feelingje van, hogy körbevesz konkrétan az üveg, az ablak, és ki lehet látni, hello. A kis szabad hello érzeted Cici. Van. What's up? Jaj, de szép. Tetszik? Szia. Hú, hát ez nagyon family vlogos egyébként. Hazaér az anya a munkából, vlogolt egész nap, én is vlogoltam. Jól néz ki a plac, tetszik? Igen, már csak a pátkát. Azt feldíszítjük majd. De szép minden. Oszász még él, mit szólsz hozzá? Szia, Csoszász! Tegnap kivette Dominik egyébként a kalitkájából fent a fürdőbe. Az nagyon jó volt. Nagyon kemény volt. Kétszer vagy háromszor leesett, de egyébként tök ügyes volt. Jó, hát igen, nyilván nincsen kierősödve a szárnya még, és kell gyakorolnia még, az biztos. De érdekes volt, meg, ami a kedvencem, hogy táncol zenére. Jaj, nagyon szó. Az mennyi aranyos már. Remélem, hogy van lementve nekünk arról videóanyag. Van. Most alszik. Most alszik. De nagyon szeretik, hogy rázza magát. Ugye, nyomja. Úgy csinálja, hogy 2-3-at lép jobbra, aztán 2-3-at vissza, és így rendben. Meg tudod, mit csinál meg, ami a kedvencem? Hogy fogja a lábát, és így hanyat vágja magát a kis... Nem, előre. Pont ez az, hogy előre. Előre. És fejjel lefele lóg. Leesne, de nem esik le, csak így lefordul, és fejjel lefele lóg. Elképesztő. Amúgy, bocsi, csak rád akarok nézni közben, csak itt a fény. Mindegy. Amúgy én meg azt akartam mondani még Csoszász előtt, hogy lehet, hogy elsőre egy kicsit kiakadtam ezen az egész karácsony témán. Na, mi lesz itt? Karácsony, levered mindjárt a lámpát. Dehogy velem. Igen? De így összességében tök ötlet neki. Ugye, hogy jó ötlet volt? Mondtam én. És ja, tök jó, hogy így együtt vagyunk, és egy kicsit talán most itt Timivel mi is belelátunk abba, hogy milyen volt, amikor ti három együtt laktatok. És hát értitek már a dolgokat, mi? Annyira buli. Tényleg. Buli. Tehetitek akkor költözzetek össze a barátaitokkal. Az biztos, hogy éjjel, nem tudom, vagy hajnali négyig fent lesztek folyamatosan, és nem fogtok rendszeresen kajálni, de megéri egyébként, mert hatalmas flash. Úgyhogy örülök neki, hogy végül is az így alapult, miközben te egyébként pakolsz, és nem is figyelsz rá. De figyelek rád. Akkor gyere ide hozzá. Jövök, csak a fénytechnikát akarom. Bám! Így már jobb. Vloggerház előállt. Hol vannak a többiek amúgy? Vagy mit csinálnak? Hát vagy nem tudom, vagy nem emlékszem rá.
ez a kettő most kezd összemosódni, tehát így a Vlogmas végetve... Igen. Nem nagyon tudom, hogy mikor... Neked egy picit fura, mert Rebecca az ugye folyamatosan gyártja videókat, mert tartja a Vlogmas-t. A Vlogmas, aki nem tudna, arról szól, minden egyes nap karácsony tájékán vlogolsz, és bemutatod, hogy... Nálam legalábbis valamilyen videót kiteszek. Folytathatod. Haragszik a kamera rád. Tehát, hogy igen, lehet, hogy egy kicsit ő is megunta ezt az egészet. A lényeg annyi, hogy minden nap van videóm, úgyhogy minden nap videózok és vágok, és videózok és vágok, és... Azt sem tudod, hány éves vagy, mi? Nem nagyon, most már semmi. Hála az égnek, tegnap Rebekkával abba hagytuk a sorozatunkat, ugyanis végignéztük. Azért hála az égnek, mert a világ legjobb sorozatáról van szó, és konkrétan függők voltunk. Az a szintű sorozat, amit ha le is raksz, akármit csinálsz utána... Mondja csak a csegesen. Akármit csinálsz utána, végig arra gondolsz, hogy mikor nézed már. Akkor kinyitod. Igen, ez egyébként a Money Heist volt. Nézzétek meg mindenképp, a Netflixen lehet látni. És... De megjön! Szevasz, tesó. És ami már... elintéztem a papírokat. Milyen papírokat? Tudod, az üzletünk. Tudod, amit... Igen, tudom. Úgyhogy végignéztük a sorozatot, három évad... Teljesen. Teljesen függők voltunk tőle. Mi van? Ja, csak a kapuszném. Megértem a kapuszném. Mit hittél, mi az? Nem tudom. Hol vannak a többiek? Fogalmaztam, velem volt. Akkor nekem nem se kellett tudnom. Azt mondjuk, ha felakasztod, nem bánom. Annyira karácsony feelingem van, ha bár nincsen hó, sajnos. Olyan télillat van kint, hogy nem hiszed el. Télillat? Milyen a télillat? Vágod, amikor ilyen hideg van, és olyan frissebbnek érzed a levegőt. Nem, ja. Nem érzed a tél meg a nyár illatot? És milyen a nyár illat? Move van. A nyár illat az meg ilyen... ilyen mindenki illatosabb. Hiszat, hogy nem, ilyen... ilyen... Igen. Pontosan. Ilyen. Hát azért a BKV-n biztos, hogy más a nyár illat. Hihetetlen jó lesz amúgy. Hideg a mancsom. Hideg a mancsom. Nagyon várom, kedves hogy megjönnek a többiek. Karácsonyi dal. All I want for Christmas. Amúgy nem tudom, én nagyon sokat szeretem. Szeretjük Bublét? Szeretjük Bublét. Halfway. Oh, all the weather outside is frightful. De jó. Hát azért a mikrofont lehet be kell szerezni, szóljon. És az 8 days of Christmas. Megjönnek a többiek, az lesz az első. TV-n nyomjuk a zenéket. Kis karaoke? Hogy nem is, én kandallót rakjunk be. Mint én az irodában mindig azt szoktam. Azt laptopról megnyomatjuk a zenéket. Ennyi. Ennyi. Hihetetlen jó ötlet voltam, úgyhogy összehívtuk a többieket. Ugye? Szabit meg ilyenek. Most viszont az az én ötletem volt, úgyhogy a legzseniálisabb ötlet természetesen innen pattant ki. Persze, honnan máshonnan. De ugye mindig azt mondom, hogy ha én nem... Ha itt én ezt most realizáltam. Kapőgóz! Azért látszik, hogy együtt érünk egy jó két éve lassan. Jó. Dominik, egy kérdésem van a nézőknek csak. Mi már ugye láttuk. Vedd már ki oszászt. Most? Igen. Nem, majd nem fog elrepülni? Nem most, egy kicsit később. Figyelj! Várjál, közben próbálok helyezni valamit, hogy... Ha a többiek is ide jönnek, akkor majd talán együtt, de... De akkor kiveszed? Ha most engedi, hogy kivegyem, kiveszem. Jó. Oké. Okay. Csak ne jezd meg, tudod, hogy múltkor is... Nem jeztem meg. Dominik tegnap kivett a karitkájából. Dominik tegnap kivett a karitkájából, és leszarta. Tehát konkrétan... Nem. Jaj, baba nem akarja. Majd mindjárt kijön önállóan. Na várj, utcsopróba. Utcsopróba, és megfogod. Jaj, olyan hülye, belemegy mindig a izébe. Hát még fiatal. Elbújt. Kölyök még. Gyere, oszjás. Gyere, karácsonyozz velünk! Jaj, annyira aranyos volt egyébként, amikor kivettük. Dominiknek a kapucnián ül. Nem, most nem bántjuk. Jaj, jaj, jaj. Te ki fogod ma venni? Ki fogom majd, csak még félénk nagyon. Jobban megszokja a kezemet, hogy ne féljen tőle, és akkor kijön. Rá kell amúgy rakni a karácsonyfára ma. Azt tényleg jó. Ő lesz a tetején. Igen. Egy bajom van az egésszel, de tényleg, hogy őszinte legyek. És ezt őszintén mondom, nem csak a kamera miatt, hanem így haverilag, hogy nincsen hó! Miért nincs hó? Az adná meg rendesen a hangulatot, nem az, hogy... Hallod, örülj annak, ami van. Volt hó,
Ennyi. Egy napig, ennyi, igen. Építettük. Igen, olyan, és másnap elolvadt. De miért vagy cipőbe, Marika? Ti? Nem otthon vagyok. Most lehetek. Az igen. Persze, felmosni meg majd te fogsz gondolni. Hát ki más? Hát ki más? Ki más? Tamás? Nincs is Tamás, rodotak. amit akartam kérdezni. Jaj, mondja. Hol van a kaja? Vagy hol lesz a kaja? Mi lesz a kaja? Csaj... A csajok azt mondták, hogy csinálnak kaját. Ja, erről majd egy kicsit még később beszéljünk. De mi? Mit beszélünk erről? Semmit. Adj egy pacsit és lép. Nyald meg az acsit. Nem! Ez az én zoknim, te! Ezt az oknit hol vagy te? Az megvan, hogy 15 napja ugyanebben az okniban vagyok, ami rajtam van? Jaj, na! Megvárjuk amúgy a fadíszítésre a többieket? Hát persze, ahogy ne együtt kéne fel. Hát azért kérdezem, mert hogy meglepi legyen, hogy már kész, vagy megvárjuk. Ne! Várjuk meg őket! Meg hát amúgy minek most? Ja, fölöslegesen dolgozni. Én még azt sem próbáltam. Azt mondják, hogy olyan, mint a munka, de én még azt sem próbáltam. Ú, szevasz, ú, indítsam el, mert nagyon jól nézek így ki. Mi a... A fax, egy kis uzsor. De ilyen... Négy lába van asztal, de nem szék, mi az? Fax. Számítok itt a pancsokkal. Mit kértek karácsonyra? Egy dolgot. Christmas én... you. Jaj, de aranyos vagy. Hogy béke legyen a világba. Látszik az orrá, hogy röhög. Magadnak mit kérsz, az... Békét. Én azt szeretném, hogy mindenki megkapja azt, amire vágyik. És hogy tudod, mit szeretnék? Hogy legyünk pár év ott egy rendezvényen, ott állok a hátsó sorban, te épp átveszed a díjadat, és én csak ott fogok állni, tapsolok, és mosolyogok, mert tudom, tudom... De nem, nem is fogsz tapsolni, csak állsz ott, és így bólintasz egyet. Igen. És tudom, hogy ezért én is tettem, hogy te ott állhass. Egy ilyet mert nekem Szabi kb. 2 éve mondani. Bence, azt hiszem részegek voltunk, nem? Mit mondod? Mi nem ittunk soha. Mit mondod? Hogy mondta? Ugyanez volt. De nem tudom, mi volt a szituáció, de ugyanezt mondta igazából. Igen. Az volt a lényeg, hogy Bence, hogyha átveszed a díjadat. Ne, talán a Man of the Year-es hülyeséget. Igen, 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 igen. Amit ugye nem nyertél meg. És nem nyertem. És azóta még jól meghíztam. Köszönöm, hogy miattuk az önbecsülésem kárba ment, és csak lemegyek lefelé a lejtőn. Nem, egyébként szeretem őket, puszilom őket innen is, és remélem, hogy majd újra leszek erőve. Valószínűleg nem. Na, meg van rendelve? Mit rendelsz? Én látom, de... Halló! Jézuska! És mit hozott? Feliratkozókkal? Halló, Timi, engedj be! Timi! Halló! Engedj be! Halló! Halihó, minden akkor. Szia, Timi! Szia, így örülsz nekem! De jó vagy, te jó. Megjött Timi, mi történt? Nem mondtam. Semmi. Neked örülök ennyire. Gyere ide. Háj! Hol voltál? Fiúknál? Csak egynél. Szia! Álló! Hogy van a kis fiú? Többnél volt. A kis fiú. Hogy hívják? Mit vacsizunk? Hát amúgy, hogyha már ennyire tereled az egészet, hát mit vacsizunk? Úgy volt, hogy a csajok csinálnak kaját. Igen, és azt mondtam neki, hogy erről majd később beszélünk, de még nem. De mit beszélünk erről később? Hát úgy volt, hogy megcsináljátok kis... Bence! Ide figyelj! Női uralom van! Ide figyelj! Ha azt mondtam, hogy később beszélünk, akkor később beszélünk róla. Akkor amúgy oké, segítettetek a fába nekem. Yeah. De az csak annyi, hogy vezettetek kocsit, mert én cipeltem. Meg amúgy, ott ha belegondolunk, meg Bence is cipelte. Na látod? Jó, hát mi meg úgyhogy... majd intézzük a kaját, de még nem most. Ne is foglalkozzatok, mert ki van festve a körmön. Utána meg ráérünk arra még. Az jó lesz? Dominik, te... Mit kérsz karácsonyra, Timi?
Tényleg, hallod, mi volt élet a Dominik nélkül? Ha-ho! Mit kérsz karácsonyra? Nyugodt élet ez a Dominik nélkül. Én sokkal szebb dolgot. Külön szobát! Én sokkal szebb dolgot. Mi? Az elején még te voltál, aki egybe akart vele lenni. Megbántam. És amúgy... Te mit kérsz, Dominik? Köztetek nem alakult semmi? De, távolság. Egyre távolodunk egymástól. Mi van, Dominik? Szia, szörcsomó! Ja, az. Mit kérsz karácsonyra? Már mondtam. Ja, neked még nem. Mi a kedvenc emléked most? Hadd mondjam már el, kíváncsi, mit kérek karácsonyra, a világbékét. De azt kértem. Melyik volt a kedvenc pillanatod itt a Budapest házban, itt a karácsony időszakban, amióta beköltöztünk? És miért? Amikor nem voltam itt. Minek vettük fel? De minek vettük? Hogy mondasz ilyen? Hogy mondasz ilyen? Nem, amúgy nekem... Na nézd meg, mindjárt el is ment a kedvenc. Az, amikor felkeltettelek. Olyat is mondhatsz, ami nem kamerába készül. Ez olyan, mint a izéva. És nektek melyik volt a kedvenc jelenetetek? Amikor Kasper felmászott a fára. Az nekem is nagyon tetszett. Oké, okay. I believe you. Melyik volt a kedvenc? Most a nézőktől. Amikor felkeltettelek. Tényleg? A hideg vízzel? Hát nekem is az volt. Nektek melyik volt a kedvenc jelenetetek? Írjátok meg! És most maradunk. Nem, mondják el. Mondjátok. Nektek melyik volt a kedvenc részetek? Azt én is nagyon szerettem. Várj, még egyszer. Várj, még egyszer. Elmondták. Nem, még egyszer. És akkor most ti jöttök. Nektek melyik volt a kedvenc részetek? Azt mi is nagyon szerettük. Nekem is nagyon jó volt. Az nagyon komoly volt. Az a rész, az tényleg. Vesz ez a kamera? Most oda tett. Mi? Nem tudom. Elindult? Tényleg? Egyébként nem megy a rec. Azt mondjátok? Tényleg? És ha leokézom, akkor mennyire vagyok jó youtuber? Pak! 4 perce vesz. Yeah! Ha-ho! Vagytok? Ne szórakozz majom. Ez az én zoknim. Hello? Zoknitól. Nem tudom, mit érek. Hello? Szia. Hát nem forgatunk, nem most éppen nem érek rá, mert... Igen, itt van Rebecca. Aha, hello. Kicsit elmegy a térerő. Hello? Igen, jövök. Szia. Úristen, so funny. So funny volt ez. Hú. Te miért nem veszed le a kabátot? Egy kicsit hűvös van. Egy kicsit hűvös van. Hát azért egy kicsit hűvös van. De hát tudom. Hát tudom. Most, hogy Dominik mellett ülök, kezdek melegedni. Ah, érted, mert meleg vagyok. Vicces. Kedvenc karácsonyi dal? A Dominiknek az egyik feldolgozása. Na ez vagy te. Amit a WC-n énekelt. Ti mi, bejön a Michael Bublé? Nem. De miért nem? Mert nem tudom, hogy ki az. Te jó ég! Azt a... Isten, de a... Majdnem meghaltam. Úgyhogy... Na, mit szóltak a pulcsihoz? Undorító, borzalmas. Nem számít. Ti tényleg egy család vagytok egyébként, mert rá kell jönnöm. Ha ja. Belevágok a szavatokba, mind a ketten így meg akartok ölni. Hát mert minek vágsz bele a szavunkba? Mit hoztam? Timi nem ismeri a Michael Bublé-t, nem tudja ki az. Mi ez? Nagyon vega menü! Vega menü, protein burger, saráltak és izé. Csirke szárnyak, azaz lányok! Na, gyerekek! Mert én csirke szárnyak! Karácsonyi zöldet? Nope. Karácsonyi zöldet, valami? Mondom, hogy a Timi nem ismeri a Michael Bublé-t, ez mekkora már? Timi, bubles. Minden meglátod, úgy lecsúszik. Hadd álljak neki karácsony feldíszíteni, könyörgöm. De együtt kéne. Gyerekek, mit csináljuk? Dobjunk el mindent, és akkor... Ti mit csináljátok amúgy? Miért? Lecsuk. Videót raktunk ki, meg videót vár. Miért vagy kabát? Miért vagy kabát? Amúgy a kulcsidat tiéd jobb. Kaja előtt díszítés. Tehát díszítsük fel a fát. Igen. Utána dat... Igen. Utána eléneklünk szép betyár, dalolunk, igen, és utána eszünk, mit szóltok? Jó. És utána kocintás.
De a Szabi ebben lesz végig. Ja, mi? Szabi, Szabi, csend, Szabi, Szabi, éneked. Éneked. Mit? Vár rád egy jó barát. Vár rád egy jó barát. Miért? Mi? Hát Toy Story, te vagy a Woody. Te vagy a Woody. Vár rád egy jó barát. Na jó, gyerekek, nézzük meg, hogy miből élünk. Úristen, hogy érted. Vigyázz, kicsike! Vigyázz! Megfogad a kamcsi. Picit fél még amúgy. Én nem tudtam, hogy nem lehet kivenni. Vagytok. Hát miért? Úgy megijedtem. De nem tudtam, hogy nem lehet kivenni. Igen. Ki vette ki? Na most mit csinál? Szabi. Oszász! Szabi, megint megölted a madarunkat. Óvatosan. De nekem nem mondtátok, hogy nem lehet kivenni. Hát... Ja, ezt úgy vettétek ki, hogy izé? Na, adod, adod. Nem adom, de már megölöd! De miért? Félreértés ne essék, mindenki jól bánik a madárral. Jó. Na, ki díszít mit? Ányok! Oké. De... Ez vagy te. Nem áll, de már jól nézel. Na jó. Nem lehet, hogy itt azt lehet. Kész! Bám! Kész! Tessék, kapok a madárat. Nem marad az, hogy nagyon na, jó. Na most normális. Jó, 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 na. Jó, nincs izé. Most mondd azt, hogy nagyon jó ízt tud adni. Nagyon jó ízt tud adni. De itt előbb a szenzorfőzőlap. Előbb azért tegyük egy rá. Egy kis toás. Előbb most akkor nekünk teríteni kellene egyébként, mert annyira kicsi ez a fa, hogy hiába vagyunk itt hatan. Nem nagyon tudunk csinálni. Te annyira ráment. Ez jól ráment. Na jó, szépen. Hát én nem tudtam, hogy ez ilyen globál. Dóbb! Az eltölt volna. Szabi. És még én mondtam. Tudom, hogy gyere el onnan. Légy szíves, köszönöm. Isten, várj meg. Nem húzzuk egy kicsit ki? Hova milyen? Ki az étem? Ti nálatok karácsonykor mentek a izék? Amikor átadok a karácsonyi fa küléshez? Rendeség! Tiszta szentély! De itt ez esélyt. Lángok is! 12 oktáv! X-faktor, látod ezt? Copyright! Nem adjuk! Nem adjuk! Nem Manuel megint. Az jobban megy neki. A tehetség itt van. De Dominik! Csécsével tehetség itt van. De mi a bajod? Az a bajom a fa díszítéseddel, hogy a bogyókat... Az ne! Hát előbb ezt rakjuk föl. Mi a véleményed? Figyeljetek, én nagyon szeretek fát díszíteni, nálunk is én csináltam, de... De így nem. Nem térek oda, tehát egy Bálint annyira főnök, hogy egyszerűen nem lehet oda jutni. Menjen! Domjánik! Ej, de jól néz ki amúgy. Na várjatok, de nyomjuk rá a színeset is, hogy legyen valami undi is rajta. Hú, hogy nem áll. Na, mint a pulcsid? Na, akkor azt tegyük ide. Legyen olyan gagyi a fa, mint a pulóvered. Kész a fa. Srácok. Mi most a zenét intézzük éppen, hogy... Na de várjál el. Jó. Kész én még azért. Na. Fúj, de undorító. Bálint, muszáj neked az ilyen 50 éves dolgokat rárakni a fára. Már ezt gyerekkorodból hoztad még? Vagy? Nem tudom, a padlásra fölment. Igen, honnan van? Gyerekek, az egy szép időszak volt, még nem léteztetek. Szép időszak jó, volt, még volt haja. Hála az én. Hála az én. Volt haja. Ti mit csináltatok akkoriban? Ugye nem volt tévé? Ez az első. Mi nem volt tévé? Na gyerekek, üljetek köré, mint a fa köré elmesem, ide heveredjetek. Lesz éppen minden. Én szomorú vagyok. Ne, ennyi szomorú. Hát igen. Gyerekek, igazániból szerintem nem engedték, hogy megtaláljak nekik. Mit van? Nem engedték, hogy megtaláljak nekik. Pont mondod, megtaláltak. Aki egyébként annyit eszik. Fogjuk meg egymás kezét? Csak hogy asztali imádás. Most mit akartok csinálni? Igen? Ámen. Ennyi. Várjatok. Ja, ez az az megjött a Jézuska. Igen, tessék. Szia, ne haragudj, de forgatok, visszahívhatlak? Csak a karácsonyi láttam. Ebédet zavar. Láttam. Oké, okay, köszönöm, hello, szia. Szóval. Na szóval, ágyuk. Nem baj, hogy én, nekem nincs kajám. Na menjen. Nem baj. Nem baj, mi van? Tehát csináljuk meg! Jó, együnk. Oké. Okay. Jó étvágyat. Jó étvágyat kívánok. Amen. Jó, csináltam magunkban. Hát akkor én így.
Egyébként, várjatok, van egy meglepetésem a számotokra, még mielőtt elkezdenék a kaját. Ja, mielőtt elkezdjük, mondd el! Hát ez hülye. Mehet a meglepetés? Igen. Ki fogjuk venni a Brodapest irodát? Na húzzá innen ki fele. Ez eddig sem volt vicces. Igen. Nem, arra gondoltam egyébként, hogy mindenkinek van egy uta velem közösen Erdélybe. Ne! Megyünk Erdélybe! Hallod? Te kisgyerek, átnyúlok és kirángatlak! Szeretet ünnepe! Emlékszel! Hallod? De tudod mi a baj? Tudod mi a baj egyébként? Straub Dominik, mutatom! Már nem azért, de felhúztál most tényleg! Úristen, mekkora meglepetés! Voltál már Erdélybe? Igen. De hogy voltál? Nem voltál Erdélybe! Nem voltál! Nem voltál! Hogy nem voltál Erdélyben. Mondod? Szerződés! Szerződés szerint járjunk el! Viccelek, tényleg nem voltam, csak húzom az agyatokat. Na. Én sem voltam még. Mi meg végre látunk medvét, mert láttunk medvét, amikor egy... Bevallom. Ja, tényleg láttam. Bevallom. Tényleg voltam, de csak annyira, hogy átmentünk a határon tankolni, és visszamentünk. De miért van a polcsóba? Na jó, akkor egy jó erdélyi vlog forogni fog megint. Hát megy majd egy erdélyi vlog. Kimegyünk egy-két hétre. Nekem azért vannak emlékeim veletek, srácok. Hát egy-két hétre. Úristen. Ingen van? Lehet, Cimina, ingyen van, igen. Akkor örülök. Na jó van. Akkor mégsem voltál. Akkor ez a karácsonyi ajándékunk? Ez a karácsonyi ajándékotok. Köszönjük, ehetjünk. Akkor mindenkinek boldog karácsony. Lehet, Timi, boldog karácsony. Nem értékel. Nektek is boldog karácsony. Boldog karácsony, srácok. Boldog és áldott boldog karácsony mindenkinek, és boldog karácsonyvést, és boldog átutalás napot mindenkinek. 1000 amikor bundás kenyeret csináltunk, hogy te nem ettél még ugye ketchuppel, meg sóval, meg ilyenek. Ketchuppal. Ketchuppal! Igen, és megkóstoltam ennyi. És úgy gondoltuk, hogy ilyen magyar szokásokba bevetünk. Hm. Úgyhogy légy is ebből egyél egyet. Ilyet már ettem. Az micsoda? De most egyél belőle egyet. De az micsoda? Én nem. Viselk, hogy a szerződés szerint. Csontot kell törni, azért kell mindig egyet enni, én már itt félre raktam. Ez igaz. Na. Az a helyzet, hogy rendkívül gyanakó vagyok, ezért nem fog belőle enni. Bence, miért nem vagy képes azt csinálni, amit mondunk? Rendben. Karácsony van. Akkor ehetek belőle? Igen. Jó, hát nem hiszem el az erdélyi falatkére. Finom. Nem? Én nem ehetek belőle? Vagyunk nagyon finom. Mi kellene történjem? Semmi. Szerinted hát neki a lennie. Nagyon az. Húha! Én is kérek, ez a csíp. Ez nem ez a csípes. Nem ez a csípes. Csíp, de hát nem halok meg. Ha, akkor ha. Na most, most meghalok. Azt a rohadt életi. Húha! Hány fokos ez? Na, nem, Szabi, jó az egyen. Mitől ilyen csípős? Lányiból a balcsó fél csillagot. El akkor... Hallod, azt hittem, hogy nagy menő leszek, de egy perc után úgy megült. Én még ott vagyok, én vagyok. Hallod, kicsit vörös a fejed. Üdvözöllek a balcsó félre. A szószal legyen, baszki! Én konkrétan... Ilyen szószból vettem ezt ki, csöpögött róla le a szósz. Azt a rohadt! De figyeld bele már! A pegyáros! Az a Bartó fél csili, tudod? Nézd, ott van rajta a szót. Az előbb is ugyanilyen. No, kecsám! Ez már csak a szemed kívánta. Tesó! Csabai gyerek! Kivertétek ma a Fradit a két hete. Az megvan? Békésen a... Békésen a kiverte a Fradit. Nem csak a Fradit verte ki.